Ebben a pillanatban elindult a Jeremy D. mezőnye, a legjobb startot Captain Fregat vette, a hatalmas termetű Main veszi át a vezetés. Rögtön mögötte ott van kívül istálló társa Bati Nyolben, pedig pirkadatkor kellő a negyedik pozíció Parseke, majd Olatiszt, jön a mezőny végén pedig Rebel, és elég jónak mondható az iram, köszönhetően Captain Fregatnak, aki igencsak megnyújtotta lépteit, és egy olyan három hosszal jár a mezőny előtt, a második pozícióba pirkadatkor kellő fejlődött föl, aztán ott van harmadik pozícióban jelen pillanatban Olatiszt, Rebel is pedig még mindig zárja a mezőnyt, akkor, amikor lassan közelítenek a kanyarhoz, Captain Fregat vezetni tud, Captain Fregat mögött ott van pirkadatkor kellő, illetőleg Olatiszt, még kézből jön természetesen minden ló, följebb tudott fejlődni, Rebel is most már támadja a dobogon lévőket, aki pedig esik visszafele, az Bati Nyol hóna alatt úgy tűnik, hogy párszak is el fog menni. A kanyarban egy lépés rosszul jött ki Captain Fregatnak, ettől függetlenül versenyben maradt szerencsére, és tudja még növelni is az előnyét a többiekkel szemben. Második helyre egyértelműen Olatiszt fejlődött föl, illetőleg Rebel is elfoglal egy támadási pozíciót. Ők hárman, mint hogyha külön versenyt futnának, hiszen egyre inkább lemaradni látszanak a többiek tőlük. Captain Fregatot megtámadja az utolsó métereken, Rebel is, illetőleg Captain Fregat vívnak komoly küzdelmet az elsőségért, a harmadik pozíció egyértelműen Olatiszté, és úgy tűnik, hogy Rebel is el tud menni Captain Fregat mellett. Most már Rebel is az élen, Rebel is vezet mögötte, ott van Captain Fregat, a harmadik pozíció pedig egyértelműen Olatiszté. Nézzük a győztes, ki lesz, egyértelműen Rebel is meg tudta nyerni végül ezt a futamot, Captain Fregatot megverve, a harmadik pedig Olatiszt lett, 5-ös, 2-es, 4-es a sorrendünk.